Elismerte Oroszország, hogy az amerikai sajtó által emlegetett állítólagos CIA ügynök korábban az orosz elnök adminisztrációjánál dolgozott, sőt a Kreml titkosított papírjaihoz is hozzáférhetett. A kémet állítólag azért menekítették ki Moszkvából, mert attól tartottak, hogy a Trump kormányzat leleplezheti. 2017-ben egy szigorúan titkos akció keretében kellett kimenekíteni Oroszországból az amerikai hírszerzés egyik legértékesebb forrását. Erről számolt be a CNN és a New York Times. Moszkva megerősítette, hogy a férfi egy időben a Kremlnek dolgozott. Smolenkov valóban az elnöki adminisztráció tagja volt, de néhány éve belső döntés alapján elbocsátották. Nem tartozott az elnök szűk köréhez. Az amerikai médiában felbukkant sztori a ponyvaregények kategóriájába tartozik, fogalmazott a Kreml szóvivője. Az amerikai sajtó ugyanakkor úgy tudja, az illető bejáratos volt Putyin irodájába, az orosz elnök asztalán lévő dokumentumokról fotókat is készített. Állítólag ő volt az, aki először tett jelentést arról, hogy Vlagyimir Putyin személyes döntése alapján próbálták meg az oroszok befolyásolni a 2016-os amerikai választási folyamatot. A CNN azt állítja, azért menekítették ki a kémet Oroszországból, mert az amerikai hírszerzés attól tartott, hogy a Trump kormányzat kárt okoz neki. A CIA nem reagált a sajtóhírekre, a Fehérház szerint pedig a CNN beszámolója nem csak helytelen, de akár emberi életeket is veszélybe sodorhat.